A 11. Pik Bolon stílszerűen az U11-es korosztályé volt a terep. A hazaiak két együttessel képviseltették magukat, mellettük részt vettek még az erős utánpótlásukról híres Békésiek, valamint a Debrecen és az Algyő. A 6. csapat a Ferencváros korosztályos csapata lett volna, ám ők az esemény reggelén lemondták szereplésüket, ami miatt teljesen át kellett variálni a menetrendet. Sajnos a rendkívüli időjárási körülmények miatt ők nem tudtak eljönni, így egy kicsit át kellett alakítanunk a napunkat. Eredetileg két helyszínen lettünk volna, így átkerültünk csak a városi sportcsarnokba, és körmérkőzésekkel búcsúzunk ma. Ebben a korosztályban még nem annyira az eredmény, sokkal inkább a játék élvezete az elsődleges szempont, ezt hangsúlyozta Herbert Gábor, a Pik Szeged utánpótlásának szakmai igazgatója is. Ezért is van kettő csapatunk a tornán, minden gyermekünk játék lehetőséget kapjon ebbe a korosztályba, majd 13-14 évesen elkezdünk különböző kiválogatásokat végezni, és serdőkor az, amikor már az eredmény sokkal fontosabb. Én azt gondolom, hogy a mai napnak a legfontosabb dolga az volt, hogy a gyerekek kapjanak egy élményt, ez szerintem sikerült mind az 5 csapat számára, és én abban hiszek, hogy ebbe a korban még a játék sokkal fontosabb, mint az eredmény. A körmérkőzésekből végül a Békési Dream korosztályos együttese jött ki a legjobban, így ők vihették haza a győzteseknek járó trófeát. Bucsányi Ibolya csapata megnyerte a legutóbbi Pik Bolont, amin szerepeltek, most azonban be kellett érniük az 5. helyen, míg a Pik Szeged 1 a 4. pozícióban zárt. Helyezéstől függetlenül teljesen elégedett vagyok a fiúkkal, a gyönyörű dolgokat csináltak, azokat, amiket edzéseken gyakorlunk, azt folyamatában láttuk. Hát még a bátorság, meg a hit az hiányzik, néha azért elbizonytalanodtak, hogy vajon akkor biztos megye. Nyáron folytatódik a tornasorozat, amelyen majd a Hódmezővásárhelyi gárdával vesz részt a Pik Szeged, továbbá tervben van egy nagyobb volumenű kupa szervezése augusztusra.